Városfejlesztés Nyírbátorban. Közel 500 milliárd forintos forrásból, Európai Uniós támogatásból újult meg a város központja. Közösségi központok épülnek. Az iskolázatlanság és a képzetlenség hiányából adódó munkanélküliség csökkentését célzó 17 közösségi központ épül országosan, köztük Fehérgyarmaton is. A beruházások 8,9 milliárd forintból valósulnak meg. Jól halad az aratás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a befejezéséhez közelít az árpa betakarítása. Az átlagtermés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. Közel 500 milliárd forintból újult meg Nyírbátor központja. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Városközpont rehabilitációs programot uniós forrásból valósították meg, amelynek révén felújították és korszerűsítették a városházát, valamint új épületrészt is kialakítottak, amely a járási hivatalnak és a kormányablaknak ad helyet. Nyírbátor városközpontjának meghatározó épülete a városháza. A műemléképület sok esetben már nem felelt meg a korszerű közigazgatás feltételeinek. A városközpont rehabilitációs programra nyert uniós források segítségével sikerült felújítani az intézményt, valamint az előtte lévő közparkot. A közel 500 millió forintos beruházás több épületet is érintett. Több épületet, önkormányzati tulajdonú és egyházi tulajdonú épületeket újítottunk fel, megvilágítóenergiás fűtési rendszert, villamos hálózatot alakítottunk ki, alapvetően belső, részben külső felújításokkal, bizonyos közlekedési funkciókat is beépítettünk a projektbe, és a városháza előtt lévő szabadságterünk, ami egy emblematikus helyszíne a városnak, az is felújításra került a programban. A program során új kormányablakot is kialakítottak, és a bővülő közigazgatási feladatok ellátására korszerűsítették a járási hivatalt is. Az ügyintézést segíti a hivatal mellett kiépített parkoló. Az épület energetikai korszerűsítésétől jelentős megtakarításokat remél az önkormányzat. Ezek az épületek több mint 100 éves épületek, nagyon régóta meghatározzák a város képét, a város arculatát, és nekünk az nagyon fontos, hogy ez a fajta történelmi érték, emléképítészeti és egyéb szempontból is fontos épület arculata megmaradjon. Ugyanakkor a belül, ahogy ön is fogalmazott, korszerű a közigazgatás, a közfunkciók, a lakosság, az itt élők kiszolgálása az viszont minden modern igényt kielégítsen, ezért belül ezek az épületek ma már klimatizáltak, a villamos hálózatok, a világítás, a behívó rendszerek teljesen modernek, és értelemszerűen ezekhez a rendszerekhez az energiaforrásokat, tehát akár villamos energia, akár fűtéses energia biztosítani kell, ami nem egy olcsó dolog, és ezért gondoltuk azt, hogy viszont a földből és a napból érkező energiát azt hasznosítani kell oly módon, hogy ez az épület arculatát ne rontsa. Az uniós forrásból megvalósult városközpont rehabilitációs program záró rendezvényén Nyírbátor polgármestere azt is elmondta, hogy a közfunkciót betöltő intézmények felújítását követően szeretnének olyan programokat megvalósítani, amelyek a lakosság kiszolgálását, a közösségi terek felújítását, valamint a lakhatási feltételek javítását szolgálnák. Az iskolázatlanság és a képzetlenség hiányából adódó munkanélküliség csökkentését szolgálja az a közösségi központ, amit Fehérgyarmaton építettek Európai Uniós forrásból. Az elméleti és gyakorlati képzéseknek, a szolgáltatásoknak és a közösségi formálásnak is helyet adó központból 17-et hoznak létre az ország leghátrányosabb kistérségeiben. Életvezetési és szakmai képzésekkel segíti a munkába állást vagy a munka világába való visszatérést az a Fehérgyarmati Közösségi Központ, ami egy 8,9 milliárd forintos országos projekt részeként valósult meg a településen. Az országban 17 helyen valósul meg ez a beruházás. Ennek az oka, hogy miért pont Fehérgyarmaton, hiszen a egyik leghátrányosabb helyzetben lévő kistérség, a Fehérgyarmati kistérség nagyon magas a munkanélkülek, illetve most már a közfoglalkoztatásból élők száma, és szembesültünk azzal, hogy bizony-bizony helyhiány tapasztalható, hogyha képzésekről van szó. Ez egy innovatív központ is lenne, nem csupán csak tantermek és a képzéseket lebonyolító helyszín, hanem egyértelműen a Tűr István Kutatóközpont céljának megfelelően egy olyan innováció, szellemi innovációs lehetőség is a térség számára, ami kiúrási lehetőséget adhat, vagy elősegíthet a térség lakóinak a számára. A több funkciós innovatív közösségi központ a felzárkóztató programokhoz nyújt a térségben élők számára hozzáférési lehetőséget.
A 17 kiválasztott település szorosan együttműködik az országos roma önkormányzattal. A helyszínek kiválasztásában objektív adatok játszottak szerepet. Sajnos a térség munkanélküliségi mutatói, illetve a képzettségi mutatói olyan szinten vannak, hogy mindenképpen indokolt ennek a térségnek a fejlesztését elkezdeni, hiszen jellemző az, hogy a térségben élők képzettsége nem illeszkedik a mai kor elvárásaihoz, illetve képzetlen munkanélküliekről beszélhetünk. Ez a központ tulajdonképpen azt a szerepet vállalja fel, hogy ezeket a hátrányokat csökkenti az elkövetkezendő években, hiszen olyan képzési, életvezetési programokat fog a munkanélküliek számára biztosítani, amelyek visszavezetik őket a munka világába. A projekt célja a társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a helyi szinten elérhető szolgáltatások fejlesztése és bővítése. Közösségi központ, tehát azt lehet mondani, hogy lényegében mindenkire gondolunk, de bizonyos szolgáltatások azok nyilván a munkanélküli emberek számára lesznek elérhetőek. Bizonyos szolgáltatások pedig az egész kistérségben, sőt mondhatnám mindenki számára elérhetővé válnak. A Fehérgyarmadi Központ másodikként kapta meg a használatba vételi engedélyt. A Tűr István Képző és Kutatóintézet 15 éves fenntartási időszakban gondoskodik a komplexum üzemeltetéséről. Újkori népvándorlás, több mint 72 ezer bevándorló. Ez ellen most kell lépni, a magyar nemzet érdekeit előtérbe helyezve, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Petneházi Attila országgyűlési képviselő. A politikus és Simon Miklós országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, fel kell gyorsítani és egyszerűsíteni kell a menekültügyi eljárásokat, meg kell teremteni a határzárat, és ki kell jelölni biztonságos tranzitországokat. Magyarországnak ez most, visszatekintünk sok-sok évtizedre, évszázadra az egyik legnagyobb történelmi kihívása, de nem csak Magyarországnak természetesen, hanem Európának. Az ellentmondás ott van a dologban, vagy a nehézség, nem is az ellentmondás szó a jó, hogy Európának össze kéne hangolni egy közös megoldást, de ez nem látszik kirajzolódni pontosan, illetve még nagyon elméleti síkon, de közben az idő halad, ezért ezt nemzeti szinten kell megteremteni Magyarországnak, azt hiszem ez az érdeke. A múlt héten 80 forintért, jelenleg 130 forintért veszik át a felvásárlók a kistermelőktől a meggyet. Veres János a Szocialista Párt sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az MSZP-s indítványokat befogadta, megszavazta a múlt héten a megyei közgyűlés. Mint fogalmazott, örülnek annak, hogy a Fidesz belátta, az ellenzék idejű indítványokat érdemes támogatni. Veres János hozzátette, reméli, hogy a megyek közútjainak felújítására vonatkozó javaslatuk is fideszes közbenjárásra minél hamarabb célba ér. Egyrészt a 49-es főút, Őr és Győrtelek, Ökörító főpost közöttig történő felújítására halaszthatatlanul szükség lenne, függetlenül attól, hogy az M49-es előkészítése hogyan fog haladni, és milyen gyorsan tud megépülni. Ott olyan rossz minőségű jelen pillanatban az útburkolata, hogy balesetveszélyes, sajnos rendszeresen balesetek is fordulnak elő ezen a szakaszon. Tehát ezt mindenképpen szükségesnek tartjuk. Mint ahogyan szükségesnek tartjuk azt is, hogy a Nyírbátor Ófehértó közötti M3-as autópályára felvezető forgalmat bonyolító alsóbrendű út a 49-05-ös számút felújításra is kerüljön sor. És ott a közgyűlésen került elfogadásra az a javaslat is, ami azt mondta ki, hogy a Kisléta, Mária Pócs, Ófehértó közötti útszakasznak a felújítással is sor kerülhessen minél hamarabb. Lezárult a Jobbik aláírásgyűjtő kampánya, jelentette be a párt Észak-Magyarországi regionális igazgatója. Katona Péter nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, több mint 200 000 aláírás gyűlt össze.
A kampány 4 témakörben kérte ki az állampolgárok véleményét. A politikus hangsúlyozta, bárki szavazhatott az ingyenes internet elérhetőségről, a háborús konfliktusokban való semlegességről, valamint a szigorú bevándorlás politikáról, azaz a határőrség visszaállításáról, a menekült táborok zárt átételéről. A negyedik kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberek egyetértenek abban, hogy a 40 év után a férfiak is elmehessenek nyugdíjba, és azt gondolom, hogy itt értük el egyébként a legnagyobb eredményt, hiszen nem titkolt szándékunk volt, hogy a kormányra nyomást gyakoroljunk, és múlt heti információ az, hogy a kúria úgy döntött, hogy népszavazást is lehet akár kezdeményezni ebben az ügyben, és miért szeretnénk, hogyha a kormány nem fogja ezt bevezetni, akkor népszavazást szeretne a Jobbik kezdeményezni ez ügyben. Jól halad az idei aratás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol az árpa betakarítása a befejezéséhez közeledik. Az átlagtermés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. A megyei agrárkamara elnöke elmondta, az idei gabonárak kedvezően alakulnak. Jelenleg az árpáért 3800, a búzáért 4500 forintot fizetnek. A Nyírségben több mint 48 ezer hektár gabonaféle vár betakarításra. A gazdálkodók árpából 929 hektárt vetettek, amelynek többségét már learadták. Az eddigi átlagtermés hektáronként meghaladja a 4 tonnát, ami jobb a közepesnél. Őszi búzából 27500 hektár az elvetett terület, ennek is megkezdődött az aratása. Az agrárkamara elnöke szerint az árak is kedvezően alakulhatnak az idén. Múlt héten még arról beszéltünk, hogy ilyen 20 néhány százalékkal volt az árpa, most ez a 91%-ot érje, a termés átlag a megyékben a megszokottól magasabb, 4,2 tonna. A búzát is elkezdtük körülbelül 20%-onál, ennek a 4,7 a levágottnak a átlaga, ami a megszokottól valamivel magasabb. Az árok is változtak valamelyest, egy ilyen 3800 forint körül van az árpa, és a búza ilyen 4200-4005, úgyhogy valamit mozdult a múlt hetihez képest. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhető a viszonylag jó minőségű termés, hiszen a nagyobb viharok elkerülték a megye nagy részét, a csapadék pedig kellő időben érkezett a földekre. Ez a nagy meleg az aratás szempontjából jókor jött, ugyanis, amint emlékeztük, a csapadékot megkapta abban az időszakban a gabonafélék itt a megyében, amikor nagy szükség volt rá. Most az érési folyamatok vannak, nagyon szép, tiszta búza, nagy sikertartalommal, úgyhogy éppen arról beszélgettünk, hogy egy jó termés várható, nagyon jó minőségű és egy nagyon jó ára párosulva, azt hiszem, hogy jól kezdődne a betakarítás. Rácz Imre azt is elmondta, hogy ha nem lesz viharos időjárás, ami ledöntheti a kalászosokat, akkor a tavainál jobb termést várnak, mind mennyiségben, mind minőségben. Tavaly júliustól a szülésznők is végezhetik a terhes gondozást, ha a kismamáknak nincs rizikó terhessége. A részleteket hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Idén ünneplik egyhelyé nyilvánításának 300. évfordulóját Mária Pócs. A Szűz Mária kép második könnyezése óta ismert zarándok helyé vált a település, ahol a nyári programokat a város és az egyház szoros együttműködésével szervezik. Egy héten keresztül Nyíregyházán edzőtáborozik az ausztriai B csoportos Európa-bajnokságra készülő U18-as fiú kosárlabda válogatott. A Ferenci Tamás által irányított együttes kedden Csehország ellen lépett pályára a Szent Imre gimnázium csarnokában, és 78-77-es vereséget szenvedett A csoportos ellenfelétől. Jól működik az új várandós gondozási rendszer a Józsa András Oktatókórházban, mondta el szerkesztőségünknek dr. Papp Károly osztályvezető főorvos. Mint ismert, tavaly júliustól a szülésznők is végezhetik a terhes gondozást, ha a kismamáknak nincs rizikó terhessége. Jól szervezettebb, gördülékenyebb a terhes gondozás tavalytól a Józsa András Oktatókórházban. Nincsenek felesleges vizsgálatok, várakozás. Ha nincs a kismamának semmilyen betegsége vagy egészségügyi problémája a terhesség alatt, akkor a szülésznő is elvégezheti az alapvető vizsgálatokat, ellenőrzéseket. Mint ismert, tavaly júliustól lépett életbe az a rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a szülésznők is végezhetik a terhes gondozást, ha a szakorvos megállapítja, hogy alacsony rizikójú a
várandóság. Szerintem esélynék azt mondom, hogy talán az országban úgymond az a várandós gondozási rendszer, amit a minisztériumi rendelet előírt, talán nálunk működik egyedül az országban. Ez viszont nagyon jó. Jól fel vannak készítve mind a védőnők, szülésznőink lassan most már százas nagyságrendben gondozzák a szülőnőket. Tehát van olyan terhesünk, várandósunk, akit csak úgy gondozza a szülésznő, hogy orvosok akkor látja, valamilyen probléma van vele, és meg vannak ezzel elégedve. Abban az esetben, ha valamilyen krónikus betegsége van az anyukának, vagy rizikóterhes, a szakorvos végzi a kötelező és szükséges vizsgálatokat, ellenőrzi, nyomon követi a kismama és a magzat állapotát. Egész Európában példaértékű a magyarországi terhes gondozás és a védőnői szaktanácsadás. Idén ünneplik egy helyé nyilvánításának 300. évfordulóját Mária Pócs. A Szűz Mária kép második könnyezése óta ismert zarándokhelyé vált a település, ahol a nyári programokat a város és az egyház szoros együttműködésével szervezik. A napokban fejeződik be Mária Pócs városközpontjának felújítása, az egyházi programok mellett a három évente megrendezett pócsiak találkozójának is a felújított tér ad majd helyet. A rendezvényen a településről elszármazottak találkozhatnak újra, emellett egész nyáron koncertek és gyerekprogramok is várják a helyieket és a városba látogatókat. A programok végül is elkezdődtek, tehát három nagy koncerten vagyunk túl, és ahogy lehetőségünk van, egész évben szeretnénk koncerteket szervezni, hát anyagi kérdés elsősorban, de táborok már beindultak, tehát a gyerekeknek horgásztábor, zsiráftábor, képzőművészeti tábor, illetve, mint ahogy látjuk is, folyamatosan az új épületekben lelki foglalkozások vannak, és a kulturális programokat pedig folyamatosan szervezik, illetve megindultak május vége óta. A Mária Pócsi régi zarándokház és az új Emmanuel zarándok központ is egyaránt alkalmas gyermekek vendégül látására, ahol helyi, illetve iskolai csoportok, valamint rászoruló gyermekek táboroztatása is folyik a nyáron. Mária Pócs nemzetközileg ismert zarándokhely, ezért a szokásos búcsúink mellett az idén egy nagyon jelentős eseménnyel lezárul ez az évünk, amely azért különleges Mária Pócs életében, mert a második könnyezés 300. évfordulója ez a 2015-ös év, és a második könnyezés után vált kegyhelyé településünk. Ennek az időpontja 2015. augusztus 15-e, mely nap programja jelen pillanatban még nem egészen fix, de az biztos, hogy nagyon sok egyházi és állami vezetőt fogunk vendégül látni, és a híveket is nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk és invitáljuk erre a napra. A másik, ami nagyon fontos, és az elmúlt években hangsúlyt kapott a településünk és az intézményeink életébe, az a gyerekek táboroztatása. Ebben szerencsére nagyon jól együtt tudunk működni a település vezetőjével, Papp Bertalan polgármester úrral, ezért a pócsi pecások már évek óta nálunk táboroznak, illetve ami számomra nagyon fontos, és tavaly kezdtük el ezt a fajta táboroztatást, és bízok benne, hogy az idén is tudjuk folytatni, a lakásotthonos gyerekek számára tudtunk jutalomtábort megvalósítani. 7 nap, 6 éjszakát tölthettek itt a gyerekek, és csak remélem, hogy az idén is sikerül őket vendégül látni, és igazából hagyományteremtő volt ez a tavalyi táboroztatás. A városban egy 300 fő befogadására alkalmas konferencia központ is épült, ahol egyházi és civil rendezvényeket is szerveznek majd. Egy héten keresztül Nyíregyházán edzőtáborozik az ausztriai B csoportos Európa-bajnokságra készülő U18-as fiú kosárlabda válogatott. A Ferenci Tamás által irányított együttes kedden Csehország ellen lépett pályára a Szent Imre gimnázium csarnokában, és 78-77-es vereséget szenvedett A csoportos ellenfelétől. Egy hónappal ezelőtt Körmenden kezdte a felkészülést a B-csoportos Európa-bajnokságra az U18-as fiú válogatott a korábbi nyíregyházi edző Ferenci Tamás irányításával. A szövetségi edző munkáját a Marsó NKK korábbi trénere Horváth Imre segíti, és nyíregyháziként a stábtagja még Mészáros Miklós masszőr és Farkasinszki Gábor előnléti edző is. Az A-csoportos csehek ellen 5. felkészülési meccsét játszott a nemzeti csapat. Az első két negyedben a vendégek játszottak jobban, fordulás után viszont ledolgozták hátrányukat a magyarok,
A hajrában azonban a csehek mellé állt a szerencse, akik így egy ponttal megnyerték a találkozót. Az első félidőben látottakkal kevésbé vagyok elégedett, hisz 15 pontos hátrányt szedtünk össze. Hozzáteszem, hogy az első félidőben nem tudtunk 3 pontosból betalálni, dobtunk 7-0-át. Harmadik negyedben külső dobásainkba estek. A cseheknek sokkal agresszívabban kellett, jobban kellett segíteni a külső dobások miatt, és így hál' Istennek azt mondom, hogy sokkal jobb dobószázalékot produkálva visszajöttünk a meccsbe, és egy rendkívül magas színvonalú mérkőzést tudtunk játszani a csehekkel. Az ausztriai Európa-bajnokságon Magyarország a csoportmeccsek során 5 mérkőzést játszik majd Fürstenfeldben, Güssingben és Obervádban. Halálcsoportba kerültünk a beloruszokkal, illetve ott van Luxemburg válogatottja, ott vannak a szlovénak, ugye, akiknek tudjuk, hogy tradicionálisan nagyon jó kosárlabdájuk van, ott vannak a belgák, akik nagyon felvívőben vannak, ahol a lengyelekhez hasonlóan ingáznak az első és a második divízió között, illetve a hollandok is ott vannak, akik szintén jó játékerőt képviselnek. Szeretnénk mindenféleképpen a 6 csapat közül az első 2-be végezni. Ez azt jelenti, hogy a felsőágra kerültünk, és az elsőtől 8. helyért játszunk, és ha oda jutunk, ott pedig már bármi előfordulhat, és bármi megtörténhet. A magyar válogatott hétvég edzőtáborozik Nyíregyházán, majd Budapestre utazik a csapat, ahol 2 Lengyelország elleni meccsel hangol a kontinens tornára Ferenczi Tamás együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Közel 500 millió forintból újult meg Nyírbátor központja. A Városközpont rehabilitációs programot uniós forrásból valósították meg, melynek révén felújították és korszerűsítették a városházát, valamint új épületrészt is kialakítottak, amely a járási hivatalnak és a kormányablaknak ad helyet. Az iskolázatlanság és a képzetlenség hiányából adódó munkanélküliség csökkentését szolgálja az a közösségi központ, amit Fehérgyarmaton építettek Európai Uniós forrásból. Az elméleti és gyakorlati képzéseknek, a szolgáltatásoknak és a közösségi formálásnak is helyet adó központból 17-et hoznak létre az ország leghátrányosabb kistérségeiben. Életvezetési és szakmai képzésekkel segítik a munkába állást, vagy a munkavilágába való visszatérést. A beruházások 8,9 milliárd forintból valósulnak meg. Jól halad az idei aratás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol az árpa betakarítása a befejezéséhez közeledik. Az átlagtermés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. A megyei agrárkamara elnöke elmondta, az idei gabonárak kedvezően alakulnak. Jelenleg az árpáért 3800, a búzáért 4500 forintot fizetnek. A Kölcsey Televízió szerdai híradóját látták, friss hírekkel csütörtökön jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Ma délután erős hidegfront érkezik északnyugat felől, amely mögött csütörtökre mindenütt megszűnik a hőség. Többfelé várható zápor, zivatar, heves zivatar is lehet erősen viharos széllökésekkel, nagyobb méretű jéggel, felhőszakadással. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél viharossá fokozódhat. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a hőség nem tér vissza, sőt pénteken a sok évi átlag alatt 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ezt követően az ilyenkor szokásos, megfelelő hőmérséklet valószínű sok napsütéssel, és a hétvégéig már nem számíthatunk csapadékra.